Prunus tenella, vagy régi nevén, ahol sokan ismerik, az Amygdalus nana, tehát a törpe mandulának egy nagyon szép, nagyon jellegzetes, másfél-két négyzetméteren egy ilyen sarokba benőtt állományát látjuk. Ez valószínűleg annak idején a telepítéskor maximum egy 3-4 darab tövet ültettek ide le, és nagyon szépen, ahogy erre a fajra jellemző a tarackoló gyökerével, a jellőkös gyökerével, nagyon szépen befutott ezt a másfél-két négyzetmétert. Ugye látjuk ezeket a nagyon szép, hangulatos, gyönyörű szép rózsaszín virágait. Ugye ez jellemzően egy fél méter, maximum egy méterre megnövő cserje, amely tökéletesen télállók, magyarországi kertekben nagyon jellemző, nagyon szép hangulatot lehet vele teremteni. Igazából az elmúlt években újra reneszánszát kezdi élni a törpe mandula, egyre többen keresik, ahogy egyre inkább divat lesz a különböző ilyen vad bemosódások, romantikus elemek, romantikus növények alkalmazása a kertekben. Lényegében azt kell róla tudni, hogy teljesen szárazságtűrő, a tűzőnapot nagyon jól tűrő, tehát alapvetően egy ilyen napfényigényes növény. Azért, hogyha nem szeretnénk, hogy túlságosan gyorsan elfásodjanak, hogyha egy picit közelebb jönnek, akkor látszik, hogy mennyire szépen megújul, akár a régi hajtások tövéből, akár a földből, a gyökérzetről előtörő új hajtások, tehát nagyon jól tűr az ifjítás, pár évente szépen vissza lehet vágni, és akkor nagyon szép új hajtásokat lehet nevelni, lényegében egy örök darab lehet a kertbe, mivel hogy folyamatosan megújul, pár tő alkalmazásával tulajdonképpen 20-30 éven keresztül is meg lehetnek a töveink. Igazából ilyen tényleg ilyen romantikus bemosódásokat lehet vele létrehozni, ez azt jelenti, hogy inkább ilyen sarkokat lehet vele kitölteni, vagy mondjuk egy ilyen fának így a szürt árnyékából kicsikét így a napra kikacsintó ágyás részleteket vele lehet vele szépen beültetni. Nagyon szereti azt is, hogyha valami mondjuk egy ilyen lazább árnyékot adó fa így bele van ültetve, tehát kiválóan alkalmazható talajtakarónak is, ez tehát a törpe mandula.